Sziasztok, én Emboló vagyok, és ma pedig egy új sorozatot szeretnék elkezdeni, ugye az új csatornánkon, a Gus Gamers csatornán. Ez a sorozat Minecraftos lenne, viszont nem az alap Minecrafttal foglalkoznak, hanem egy eléggé bő és nagy móddal, a Lion King-gal. Ez ugye az oroszlán király modpack, hát inkább mod, de sok mod, tehát sok részle van ennek a modpack, szóval inkább modpacknek hívjuk. És ugye átjöttem a Lion King világába, ezt ugye ezt a kaput kell crafton, és egy ilyen tikettel át kell jönni. Majd lehet, hogy a sorozat végén megmutatom, most ez lényegtelen. Ilyenkor kapok egy ládát, amiben... Mi van? Ja igen, ezt ilyen furcsán kell megint kivenni a dolgokat, ez ilyen bug hiba, vagy a mód hiba, ez csak az első részre van, a másodikra majd kijavítom, most addig el leszünk ezzel így. Na szóval, és akkor itt találunk pár infót a magáról a játékról, és hogy Rafikit kell megtalálni, aki egy nagy fa tetején van. Várjunk csak egy kicsit. Mindjárt csak megnézek valamit, hogy ugye portál van itt, és Rafikit kell akkor megtalálnunk a világban, tehát valahol itt van ő, csak meg kell találni. De én úgy gondolom, hogy ide a portálhoz. Ja, így tudom, milyen modot nem rögtem be, és az a Ray Minimap csúdás, nem baj. Nem baj, mert ide biztos, hogy visszatállok. Zsiráfok is vannak ott, meg oroszlánok, meg itt most épp egy orszarvút látok, és akkor kezdjünk el fát vágni. És akkor ide telepedjünk le szerintem. A másik csatornámat nem tudom, hogy folytatom. Attól függ, hogy milyen nézettség meg feliratkozási szám lesz ezen a csatornán. Azt fogja meghatározni. Nem tudom, de elég jó FPS számom van. Örülök. Úgyhogy most büszke vagyok a gépemre. Stabil, 25-30 FPS-en valami. Egy nagyon jó szám, legalábbis nekem. Most kivágom ezt a fát, és akkor szerintem el is kezdek házat építeni. Aztán, hogyha benne lesz a Ray Minimap, akkor pedig elmegyünk és megkeressük Rafikit, de az még szerintem max a második résztől lesz. Az elsőben biztos, hogy nem. Nem akarok nagy házat csinálni. Itt egy holló, aminek a tolla majd értékes lesz, úgyhogy... hát viszont ezt nem fogom így megölni, mert el fog repülni. De a tolla nagyon értékes, nagyon sok dologhoz kell kraftolásként a kék holló tolla, úgyhogy majd ilyet kell ölnünk. Szóval madárgyilkosok leszünk. Igen, nem szép dolog, de hát... Igen, ezt is meg kell egyszer csinálni, és... ez milyen... Milyen egyébként... milyen csúnya, nem vészes. Jó, és akkor szerintem kraftolgassunk. Ez így azért nehéz, ezt higgyétek el nekem. Hoppá. Szóval, hogy ez így nehézem. De lehet így játszani, nincs ez a probléma. És akkor kraftoljunk eszközöket. Jó, ennyi elég is. És... jó. Így. Jó, és akkor kell először nekem egy csákány. Ja, igen. Tudom, hogy nagyon ügyetlen vagyok, mert nem igazán szoktam meg ezt a modbagot. Most nem akarom újra kezdeni a videót, mert másra már tovább már nincs időm sajnos. Szóval ezt valahogy így el kell viselni. Jó. Akkor szedjünk követ. Megpróbálok olyan sokat, nem akarok olyan sokat kaptani, és akkor ez nem meg sem tud látszani így az első részben. Lehetséges, hogy emiatt van egyébként? Benne van a pakliban. Nézzük csak meg. Aha, emiatt van, ez itt az okozó. Jó, akkor probléma megoldva. Akkor semmi nincs. Mikor fogod követtelen? Ja, ő egyébként nem rendes kő van ám, ilyen szürke, hanem ez. Ez a rendes kő. Itt ezzel kell gazdálkodni. És ebből ugyanúgy lehet craftolni a dolgokat, meg is mutatom.
Jaj. Hogy ilyen, ez a rendes kő itt ebben a világban. Olyan erős, mint a másik világban az a sima, tudjátok, az a zúzott kő. Viszont nagyon, szerintem nagyon szép egyébként. Lehet, hogy meg fogom alkalmazni házépítésben is. Jó. Ennyi elég is szerintem ebből most egyelőre, csak kraftolni fogok először is egy kardot még. És nincsen vas, itt vas sincsen a játékban, hanem a helyén silver van. Akkor mit kell még elmondani? Ez mi egyébként? Mi az ilyen oszlop? Szóval nincsen gyémánt se, arany se, redstone se, minden helyettesíti valami. Szóval, de azért így is nagyon élvezhető lesz a játék, ezt garantálni tudom. Úgyhogy szerintem kezdjük el megépíteni a kicsi házukat. Nagy nem kell most egyelőre. Viszont egy furcsa helyre szállottunk, ez részletkérdés, hogy most jó-e vagy nem. Hát sok az állatforrás, tehát sok mindenből tudunk majd dolgokat szerezni, csak hát ugye ezért megint öldökölnünk kell majd, ami nem egy nagyon jó dolog, de így tudunk majd csak életben maradni. Úgyhogy most ez lesz. Jó. Igen. Majd mindjárt csinálok egy baltát is egyébként, és akkor majd könnyebb lesz. Ah, pont egy kell. Jó, mindegy. Igazából lényegtelen. Mert kell nekünk úgyis egy balta. És szerintem itt egy láda is, úgyhogy ide le is rakok egy ládát, és akkor bepakolom azokat a cuccokat, amik egyelőre nem kellenek. Így az a könyv majd fontos lesz még, azt nem akarom eldobni. Megöljem ezt az oroszlánt. És ebből kapunk is, látjátok, hogy oroszlán húst, meg oroszlán bőrt. Nem akarok ezzel az országban kezdeni, mert ez már egy nagyobb szintű állat, tehát ez... Itt a holó, itt a holó, itt a holó. Ne! Ne repülj el! Ja, az nem... Ez nem holó? Lehet, hogy ez nem az. Akkor bocsánat, szerintem akkor összekevertem valamivel, ez nem a holó, mert annak mindenképpen kellett volna dobnia, és az el is repül rögtön. Szóval akkor valószínűleg összekevertem. Akkor ezt nézzétek el nekem. Fogalmam sincs egyébként, hogy mennyi ideje megy a felvétel, mert nem indítottam stoppert. És így, opa, az mi a fel? Ja, az csak egy ilyen hegy, amibe kül. Itt is van, meg jó. Ez milyen fa? Nevét nem tudom. Mangó. Ez mangófa, akkor ez dobni fog a levele mangót? Ebben van esélye, ez lenne a logikus. Egyébként ez is szép, milyen deszkája van neki? Mint a nyírfának. Nézzük, most remélem dob ez mindent, és ez tök jó. Egyelőre nem. Á, de dobott. Ja nem, ez csak sapling. Akkor nem dobott egyelőre. Viszont elütettem a saplingét. Mert azért szép. De! Adott mangót. Jaj, de jó. Akkor már van is azért kevés kajaellátás, viszont este ledik, szóval inkább visszavonulok, és folytatom a házam építését. Aztán majd a következő részben akkor meglátjuk, leglátogatjuk Rafikit, vagyis megpróbáljuk megtalálni. És az már nagyon jó lesz, tehát az már tényleg. Ez 4 darab? Ó, csössze meg, ez csak 3. És akkor megint leépíthetem. Nem baj, van időnk, van időnk. 2, 3, így. És akkor a többit ezt elcraftolom fára. Így nem, és akkor meg is építjük a házunkat. Úgy akarom, hogy üveg. A világban azért van homok, ugye? Mert ezt látjátok, nem tudom. És egyébként nem hülye kérdés az, mert van rá esély, hogy esetleg nincsen homok. Bár szerintem van. Úgyhogy nem baj, egyelőre befedem az egész házamat akkor. Maradjunk ennyibe, aztán majd meglátjuk.
Nem tudom, hogy hány részes lesz a sorozat, szerintem azért sok. Én sokra tervezem. Hát minimum olyan 15 részre szeretném megcsinálni. Mert azért ez a mód azért sokáig el lehet hülyéskedni. Jó, ő kell még fa. Ő azt nem mondta, hogy pészfúló. Jó. Tessék nekem elnézni. Igen, ott van egy jó nagy fa. Nem látok egyelőre ellenséges ma. Hének azok támadnak. Ennyi legyen elég. Támadnak. Viszont kapunk belőle a hiéna csontot, amit egyelőre nem tudom, hogy mire kell felhasználni. Majd tudja, hogy hiéna, Istenem, már veled mit. És ilyen nagyon aggasztó hangja van, mint mondjuk mihez is tudnám hasonlítani. Mint egy szellemnek, amikor lövi a szájából azt a cuccost. Tehát amikor azt a robbanós izét lövi a szájában. Így, ennyi fa szerintem elég. Elég az az. Nem akarok még egy hiénába belebotlani. És le tudnám győzni, csak nem akarom most erre pazarolni az drága időmet. Az a tetővel mondjuk nem számoltam, mindegy. Akkor lehet, hogy még kell majd fa. Jó, akkor ez két ajtós lesz, mert ugyan ki a szimmetria. Be is viszem az utcaimat. Köszönöm, itt a kis tetőlajt. Jó, és... Azt mondja, hogy... Hát, hogy kicsit hangos a játék, nem tudom. Remélem nem. Ilyen még nem fordult elő velem. Így né. Így né. Jó. Ó, ma megijesztettél. Kemencét. Jogosan merülhet fel bennetek a kérdés, hogy akkor viszont kemencét hogy kell kraftolni. Ugye nincsen rendes kő. Erre a kérdésre nagyon egyszerű a válasz, ugyanúgy. Tehát ezt úgy használjátok, mintha rendes kő lenne. Ezt a redstone-t, vagy micsodát. Pride stone. És találtunk szanat. Ez egy nagyon jó dolog, mert akkor viszont kraftolok is belőle egy kevés fákat, és akkor itt ki is világítom. Ja, de volt már fákjám, tök mindegy. Láthatjátok, egyedül a szén marad benne ugyanúgy a játékban, a Lion King világában. Úgyhogy se gyémánt, mondom, se arany, se ilyenek. Nem, nincsenek már benne. Szóval egy nagyon furcsa modpack, viszont nagyon jó. És nem olyan régen dobták ki, tehát annyira nem régi, mint mondjuk a Tekkit vagy az ilyenek. Jó, és akkor szedek még követ, mert akkor ebből megcsinálom a tetőt. Még szedek egy keveset. Azt mondja, hogy kb. 6x4-es az átmérő. Akkor 24. Azért biztos, hogy a kedvéért szedek még, hát ha nagyobb esetleg. Hát ennyi biztosan elég lesz. Ó, de jó, hát elnézést, de a logok elkerülése véget. Most az egyszer kiállítom az esőt, esküszöm többször nem csinálok ilyet, de most tényleg így a kezdésként, mondjuk nem lagolok, de most már mindegy. Jó. Be is zárom magamra az ajtót. És akkor be is vedem. Csak egy ilyen kicsi kuckót akarok ide csinálni. Ő, ja, egyébként kb. Ha jól számoltam, akkor 6x4. Nem, azért ez nagyobb. Hát ez biztos, hogy nem lesz elég. Rosszul számoltam ki. 6x6-os talán. És akkor meg pont nem lesz elég. Benne van. Nem, ez valószínűleg egyáltalán nem lesz elég. Ja, ezt elszámoltam, elnézést. Jó, hát akkor vissza kell még mennem, egy ilyen tizet szedek még. Jó, hát kicsi... Mik ezek? Őzikék, azt hiszem, de... Nem biztos, de szerintem ezek egyébként őzek.
Őzek. Milyen furcsa szó ez. Ja, és még szém. Jó, hát jól indul a sorozat. Nem mondom, hogy nem. Elég jó helyre spawnolódtunk. Mert ha majd elmegyünk Rafikihez, az egy nagy fa tetején él egyébként, akkor ott lesz még egy portál, ami egy másik világba vezet át. Ott... ezt nagyon nem tudom, mert ezzel még nem igazán foglalkozom, na. Szóval, az nem igazán foglalkoztam még azzal a... hogy is mondjam, részével a egész játéknak, de... ott is van egy másik világ, és oda is át lehet menni. Szóval majd oda is átmegyünk, csak először még ott nem tartunk. Szóval lassan már 20 percen megy a rész. Vagy több, nem tudom. Csak tippeltem. Én már megint ezek a ruhatjének. Ó, oké, tudom, hogy megint vissza kell mennem kövért, ugyanis most meg a kemencére nem hoztam eleget. Tökéletes. Jaj, a ruhat életbe, de hiéna megijedte tőle. Utás! Ide be! Gyorsan! Akkor még három. Nem, akkor még biztonság kedvéért még hozok többet, mert ki tudja, hogy most mit felejtettem el. Jó, 15 elég lesz. Még új eszközöket is craftolhatok. Megsújtom ezt a húst, akkor valószínűleg ezt a... Ha ezt meg lehet, nem tudom, hogy meg lehet. Valószínűleg meg egyébként. És akkor meg is mutatom, hogy kell craftolni a kemencét. Egyedi. Nagyon egyszerű. Egyáltalán nem bonyolult. Így. És akkor... mit is akartam? Ja igen, ezt meg akartam nézni, hogy ezt ki lehet égetni. Ah, ki lehet, jó. Tökéletes. És akkor ebből meg a padlóm legyen mondjuk. Vagy ne. Olyan jól néz ki. Ja, először craftolok új csákányt. Vagyis először ezt törlöm. Mert ez már nem kell. Meg akkor már esse, és akkor ehelyett craftolok egy másikat. Édni. Aha, ezt ki lehet... Mutasd fel. Négyet, akkor még megeszem a mangót is. Jó, az már másfajt. Pont nem vitte fel a hína csontot, az meg lehet enni? Nem. Nem, viszont akkor kell vadásznunk. Először is a hína, ugye úgyis meghalnak. Jó, azok meg is haltak. És akkor valamit kell vadászni, amit lehet hasznosítani, mint étel. Tudom, hogy az orszárukat lehet. Szóval félek, hogyha egyet megütök, mindegy megtámad. Nem. Sőt, ez el is fut ráadásul. Igen. Hát hína! Jó, akkor még megölök pár ilyen orszárukat. Ez nem is támad ráadásul. Jó, és akkor vissza is megyek, és meg is sütöm őket, ha meg lehet. Remélem, meg lehet. Hát egyébként lassan vége lesz a résznek, és remélem, hogy tudtam biztosítani azt az izgalmat, amit én el akartam várni ettől a résztől, mert én úgy gondolom, hogy ez a moodpack ez egy nagyon jó is. Ez egy nagyon kreatív mód. Nem tudom, hogy lesznek a frissítések, ez a verzió jelen pillanatban, amivel én játszom, az 1.5.2-es. Jelen pillanatban 1.6.2-re is van már, viszont én 1.5-ös Minecraftot modolok. Jó. Akkor egyet veszek ebben. Jó. Kajánk is van. És... hát, szerintem ez a rész legyen ennyi. Akkor... kösz, hogyha megnéztétek, nagyon fontos lenne, hogy iratkozzatok fel, mert mondtam, hogy ez új csatorna is. Itt azért jó lenne, hogyha hamar elkezdenénk, hogy is mondjam, fejlődni. Igen, tehát
mondjuk év végére esetleg megközelítenénk a 80-100 feliratkozást esetleg, én annak nagyon örülnék, de tényleg emberek. Menj te el innen! Azért mondom. Szerintem a kép... Á, jó, van egy jó ötletem. Á, mondjuk ahhoz nincs elég fa, úgyhogy szerintem csak ide. Így. Nézzétek, mondjátok azt, hogy ez nem szép. Mondjuk egy kicsit ronda. Mindegy, jó az így. Tehát, ha megöllek, kapok belőled valamit. Aha, bört. Jó. Akkor igen, szóval légy szíves, iratkozzatok fel. Úgy gondolom, hogy 20 feliratkozás után lesz egy nyereményjáték, aminek a lényege az lesz, hogy egy közös videó velünk, tehát velem, Balival, meg esetleg Verix-el. Szóval igen, velünk lesz majd egy közös videó, ha ugye a nyereményjátékot megtettek. Szóval igen, úgyhogy el is köszönnék. Sziasztok!